A művészeti iskolai osztály egy kiváló gyermekszínjátszó csoport, a Lajtória tagságának egy részét is adja. Az óra 13 résztvevője a Kunszent Miklósi Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szabadszállási telephelyének alapfok második osztályos tanulója. Egy verset dolgoznak fel rendező tanáruk Török László Dafti vezetésével, dramatikus módszerekkel. Lírai alkotás kibontása drámával, fából vaskarikának tűnhet, de filmünk is bizonyítéka annak, hogy nem az. Miközben megtörténik az alapos, elmélyült, csoportos szövegértelmezés, a tanítási dráma eszköztárából a különböző konvenciók alkalmazásán és a tanár szerepben végzett munkáján keresztül megélhetjük a három szereplő kamaradrámáját. És megélhetjük a sajátunkat is, sok mindent beleláthatunk, belevéhetünk a szöveg felvázolt világába. Ezt teszik az óra résztvevői is, beköltöznek a versbe. Hoztam nektek egy verset. Ennek a versnek az íróját úgy hívják, hogy nem biztos, hogy jól értem a nevét, Theodor Röthke. A fordítója Ferenc Győző, és az a versnek a cím, hogy Apám valcere. Semmi más nem kérek, mint annyit, hogy amilyen tempóban olvasom ezt a verset, figyeljétek, olvassátok és halljátok, és hagyjátok, hogy bármi történjen bennetek ennek a versnek az olvastán. A többi majd utána következik. Apám valcere. Szádban a viszkigőztől berúgott egy gyerek. Csüktem tiszta erőmből. Nehéz volt valcered. Roptuk, hogy az edény az asztalról leperdült, anyám tekintetén a szigorúság nem enyhült. Csuklómon egyik ujjad bütykös volt egy helyen. Ha rontottál, egy szícsat karcolt a jobb fülem. A fejemen dobolt már földszitt a tenyered, és míg ágyba valcerosztál, markoltam ingedet. Adok lehetőséget nektek, hogy egy kicsit rendezzetek. Mégpedig a következőképpen. Ebben a kosárban van 5 dolog. Egy kockás ing, egy saját lábán megálló konyhai reszelő, ez egy viszkis üveg, ez egy viszkis pohár, nem véletlenül teszem ide, és egy derékszíj. Hol játszódik ez a vers? Otthon. Otthon? Kinek az otthonában? A gyereknek? A gyerek otthonában. Hány szereplője van? 3. Jó, tehát van egy gyerek, egy apa és egy anya. Jó, otthon, szobában, konyhában, szobakonyhában. Ez az asztal, ez az a tér, ahol ez a vers játszódik. Most ezeket a tárgyakat én kirakom az asztal elé. És bármelyik őtöknek, akinek ahhoz van kedve, hogy akárhány tárgyat használjon föl, szó nélkül ebben a térben a tárgyakkal jelenítse meg azt a viszonyrendszert, azt a hangulatot, azt a valamit, ami benne a vers olvastán létrejött. Kezdem én, jó? Ez az én döntésem, hogy ebben a térben az apát, az anyát és a gyereket jelképező tárgyat én így csináltam. Anya, apa és egy gyerek. De az, hogy egy ekkora térben mit hova rakok, hogy helyezem el, annak szerintem üzenete van. Tehát én ezzel azt üzentem meg, hogy bennem ez a vers, ez hogy kezd el élni? Az anya az szigorúan nézi a gyereket, nem az apát. Nem? Szigorúan? Anyám tekintetén szigorúság nem ennyi. Jó, jó. Most első körben ennél mélyebben nagyon nem kell menni. Egy anya, aki szigorúan nézi az apát meg a fiát. Nekem ehhez ez a legnagyobb üzenet. A távolság. Van-e ötletetek arra, hogy hogy lehetne az inget behozni a játékba? Az apához valahogy. De ha van ötlet, akkor nem kell mondani, hanem kéne jönni és átrendezni. És ha megcsinálod, akkor te ne is kezdjél el beszélni. Jó, az anyát itt hagytad? Nem. Jó. Ugye ezt rögtön színházi értelemben tudjuk értelmezni. Panna az anyát kivette a játékból. Ő a versben ott van, de most
Mi erre tudunk fókuszálni. Egy apa-gyerek kapcsolatra. Tessék, mit mond az új kép? Hát mi mindig azt, hogy az apa a fiával van, és hogy próbál rá vigyázni, talán, hogy próbál rá figyelni, meg vele lenni. Te az apa-fiú viszonyt azt egy vigyázó, élő kapcsolatnak. Igen. Aha. Vagy hogy a gyerek ragaszkodik az apjához. Ragaszkodik? Hogy üzeni meg ez a kép? Hát, hogy ott van az apa, ott ugye hát az a nagyobb rész, és akkor, hogy a gyerek ott van a végén, az inge végén van már, és hogy... Aha, tudod, érdekes, most ez jutott eszembe, amikor azt mondjuk, hogy az anyja szoknyája mellett. Ugye ez mennyire többször van. Itt meg átfordul abba, hogy az apja inge sarkánál újabb. De bármelyikötöknek bármikor joga van bármilyen képet. Gyerek az anya meg az apa közt van, és hogy nem tudja eldönteni, hogy melyiküket választ. Uh-huh. Tehát, hogy a gyerek ez egy ilyen döntéshelyzetben, hogy neki dönteni kellene? Mert ez a kép azt mondja, hogy egyenlő távolság a kettőtől. Nóri? A szülők veszekednek a gyereken. Ez egy teljes család. Tehát nem csak a család. Együtt vannak. Törvényes gyerekük, és ők ketten. És veszekednek, vitatkoznak a gyerekkel kapcsolatban különböző dolgokon. Új kép. Akkor ezt mindig leradíroztuk, jó? Ancsi új értelmezésében nekem az egy nagyon lényeges pillanat volt, amikor itt picit gondolkodtam, hogy az anyával mi legyen. De aztán végül is letetted oda, tehát kivontod a játék. Tessék. Arról is beszéltetek nyugodt, hogy általában a szíj, az bennetek milyen jelentéseket kelt. Verés. Ez, hogy tartja a nadrágot. Hát tartja a nadrágot, hogy rendesen. Na, hát azért ezt a hétköznapot is mondjuk ki. Hát ugye az apa tartja a gyereket, úgymond, vagy ez lehet úgy is. Tartja, hogy elnehessen? Le. Uh-huh. Vagy hogy az apa hordja a nadrágot a családban. De hát ennek ez a rendje módja, nem? Hát de. De akkor itt minden rendben van, itt az apa hordja a nadrágot. Uh-huh. Ancsi, csak annyi mondjál, hogy tudatos voltál, hogy a szív melyik részét hova tetted? Aha. De táncolnak, nem? Szóval nekem úgy esett, hogy... Táncolnak? Táncolnak. Van a kezedben egy szöveg, nem? Mit mond neked? Táncolnak. Ha rontottál egy szícsat, karcolt a jobb fülem. Szóval, hogyha... És nézzek az utolsó verszakot, olvastad még egyszer? A fejemen dobolt, már fölcíptett egy erecs, míg ágyba valceroztál, markoltam ingedet. Ágyba valceroztál. Jó, persze, táncolnak. Igen, és akkor? Hogyha a gyerek rosszul lép, akkor a fejéhez veri a szíjat. Ez a büntetés. Kérdőjel volt a mondat végén? Az a jó. De legyen az, mert én is egyelőre csak kérdezek. Tehát neked ez a kép az, hogyha a gyerek tánc közben mondja, akkor puff, kap egyet. Zsuzsi? Számomra bátor és kihívó üzenet, fejtsünk, jó? Na? Anya védi a gyereket az apától. Védi? Jó, mert hol az apa? Ágyban? Talán. Elfáradt, elaludt. Vagy viszkit iszik. Uh-huh, vagy viszkit iszik, és az anya oda megy a gyerekhez közel. Jó, és számodra ez azt üzeni, hogy akkor ezt a gyereket védeni kell. Uh-huh. Jó, más értelmezés ehhez? Mindketten védtelenek, és egymásba keresik a menedéket az apa elől. Uh-huh. Tehát nincs itt az apa, és akkor egymáshoz oda bújnak, mert egymásban keresnek menedéket az apa elől. A következő lesz a lehetőség. Itt van a versnek ez a pillanata. Anya, apa és egy gyerek, és táncolnak. Ha bármelyik szereplőhöz tudnátok kapcsolni egy olyan mondatot, amit ebben a pillanatban ő éppen ki is mond, vagy pedig csak belül gondol, ez a gondolatkövetés, ezt csináltuk sokszor, akkor írjátok le, és azt a cédulát lefordítva tegyétek ahhoz a szereplőhöz.
az nagyon fontos, hogy most egy eszemes szemében. És de szerepmondatok legyenek. Mondok egy példát. Ne azt írjátok ki, hogy félelem, hanem szólaljon meg valamelyik, akinek a mondatából ebben a pillanatban kiderül, hogy ő fél. Mit mond vagy gondol az anya, a gyerek vagy az apa ebben a pillanatban? És ha egy megvan, akkor ki lehet hozni, tegyétek le. Azt kellene most megfigyelni, hogy amikor én kihangosítom, hogy egy-egy szereplőhöz mennyi mindent szedtetek össze, akkor ezekben a megnyilatkozásokban lehet-e valamiféle csoportosítást? Tehát ő az anya, aki ezt mondja, vagy ezt gondolja. Miért bántod? Hogy teheti ezt? Ezt mondja, vagy gondolja? Biztos, hogy gondolja, mert a harmadik személyben szól. Hogy teheti ezt? Félek. Most mi legyen? Mit tehetnék ellene? Miért ilyen szigorú ezzel a szegény gyerekkel? Mondja az anya, akiről azt írja a költő, hogy anyám tekintetén a szigorúság nem enyhült. Tehát szigorúságra szigorúság a válasz. Nem akarom elhinni, hogy a fiam is részeg lett. Ezzel így egyetértettek egyébként, hogy részeg lett? Nézzük az első szakaszt. Szádban a viszkigőztől berúgott egy gyerek. Bár tehetnék valamit. Na, van-e valami ilyen tudunk-e néhány ilyen érzelmi állapotot, vagy alap, tehát az anyáról valami alap dolgot kimondani, hogy akkor ő most mi van vele, milyen állapotban van? Van benne egyfajta tehetetlenség. Bár tehetnék valamit. Hogy teheti ezt? Jó? Aztán? Hát egy valami nagyon hiányzott. Igen? Ez az anya egy csöpöt se örül annak, hogy az apa meg a fiú. Akartok beszélgetni egy kicsit az anyával? Csettintésre anya vagyok, kicsettintésre újra Dafti bácsi vagyok. Jó? Miért nem teszel valamit a helyzet ellen? Miért? Te milyennek látod ezt a helyzetet, ami ellen nekem súlyosnak tenni kellene? Ez egy súlyos helyzet? Mitől? Bajban van a gyerek. És te nem segítesz neki. Figyelj, most komolyan a szomszédasszonyom is a múltkor ugyanezzel vádolt, hogy én nem segítek gyerek. Én nem látnám úgy, hogy olyan hatalmas bajban lenne. Szóval téged nem bánt, csak a gyereket? Tehát én nem érzem, hogy a gyereket bántanál. Jó. Egy kicsit kikezdtem azt, amit ide írtatok, de ez teljesen szándékos volt. Nézzük meg, hogy a gyerek hogy éli meg ugyanezt a pillanatot. Ha apám a nap, hold anyám, és csillagok a gyerekek, akkor én az örök sötétségben elveszek. Ezt megkérdeztetem, hogy ki írta, hogy ez most fejből, vagy ez egy nem, beidézés? Nem, hallottam valahol, csak most nem teszem egy kitvány. Szlampoetri. Ez valami Szlampoetri. Vagy Bárány Bence, vagy nem tudom. Jó, tehát bejött egy kultúrkör, rendben van, de a lényeg az, hogy azért idézted be, mert úgy érzed, hogy itt te egy elveszett gyerek vagy. Választani kell, csüktem tiszta erőmből. Ezt már nem lehet családnak nevezni. Megnézzük az apát, jó? Ostoba liba, nem neveli. Rám figyelj, ne anyádra. Csak azért teszem, hogy férfi légy. Ez az öv gyenge lesz hozzá. Ezt kírta. Mihez? A veréshez. Aha. Szeretném megajánlani a következő formát. Egy csoport készítsen fel egy apát, aki a tánc közben kicsit megpihennek, vagy megállnak, és akkor az apa meg a fiú elkezdenek beszélgetni. Egy csoport készítsen fel egy apát erre a páros jelenetre, egy másik csoport pedig készítse fel a fiút. Mi most nem halljuk egymást, tehát most valami olyasmire készítsétek föl, amit előre nem tudunk. Jó? Az apát ezzel valami váratlan helyzet elé tudjuk állítani. A
fiú be akarja mondjuk mutatni a barátnőjét, vagy beszélni. Mekkora fiú ez? Szerintetek mekkora ez a gyerek? 16. Körül. 14-16. Talán. Stop! Itt kaptam egy ötletet az én csoportomtól, én fogom játszani a fiút, hogy én arra készítsem fel ezt az apát, hogy én a barátnőmet be akarom mutatni. Ugye ez teljesen jogos helyzet, hogy a darab után ez a kép legyen, a Luca meg az Ákos jelenete. Megkérdeztem, hogy hány éves ez a fiú, azt mondták, hogy 16. Találtok-e a versben utalást arra, hogy mekkora ez a gyerek? Támaszkodjatok a versre. Meg a gyerekekkel nem szoktak táncolni, így ráállítják a lábukra, és úgy. És ő pont olyan méretű, nem? Egy 16 éves gyerek az akkora? Nem, kisebb. Uh-huh. Jó. Jó? Oké, Pisti, gyere ide. Véled, de 16. Gyere. A lehető legszerencsésebben alakult, hogy a lajtőri a életének ebben a pillanatban van egy huszár, és te meg vagyok én. Állj rá a lábomra. Kapaszkodj beném. És valcerozunk. És akkor ő most vétlen, és akkor én kicsit eldől, mert rontok. És hol van a feje szinte? Egy övnél. Ennyi mondtam. Ennyi. Ha rontottál, egy övcsat karcolt a fülemet. Egy ekkora gyerek. Jó, innen viszont nem megyek tovább, jó? De ezt tisztáztuk akkor, jó? Hogy egy 6-8 éves forma fiúról van szó. Dobjatok olyat, ami azt fogja jelenteni, hogy az apja, hogy jó volt veled táncolni, de most valami mélyebb dolog is tőle. Beszélgessünk valami fontos dologról. Mi lett ez a fontos dolog ebben a családban? Lehet, hogy bántottál a gyereket az iskolában, vagy valami. Őt? Igen. Uh-huh. És az apa ezt nem rebelje le? Kezdjük el, jó? Én vagyok a gyerek. És a panna az apa. Jó? Ott állt meg ez a pillanat, hogy egy este együtt táncoltunk, néha-néha ront, akkor megkarcolja a szíjcsat a fülemet, és most picit leülünk pihenni. És mint apa meg fia elkezdünk egymással beszélgetni. Jó ember lehet táncolni. Így. Hát, hogyha tudnál is lépni, talán, akkor még jobb lenne. Hát de apa, te rontottál. Hát olyan imbolyogva mész. Kijavítattad volna. Figyelhetnél. Mindig csak kifogásolod, amit csinálok. Tudod, milyen nehéz így? Csak próbálok nevelni, hogy juss valamire. Ez vár rád az életben. Nem Nincs lehet mi? Elég fiatalon elkezdeni a nevelést. Így kell. Apa, te józan vagy? Ezt miért kérdezed? Hát mert egyrészt olyan furcsaságokat mondasz, másrészt nekem nem jó, amikor így jössz haza. Most se tudod, mi az, hogy részeg. Apa és anya fognak beszélgetni, csak a többieket hadd kérdezzem meg, hogy kit milyennek láttatok az előző játékban. Milyen volt ez az apa? Elutasító. Igen. És számonkérő, szerintem. Tehát az hogy itt nem lehet rontani, itt teljesíteni kell, itt. Ő fölállít egy bizonyos normát, és akkor ehhez ragaszkodni kell. De a gyerek átutalt ezt a problémát az apának meg az anyának. Tessék, beszéljétek meg. Miért zúdítod ezt a gyerekre? Semmi köze nincs hozzá, megbeszéltük volna. Én csak próbálom, hogy tudja, hogy mi folyik itt. Mert mi folyik? Semmi gond nincs itt. Csak tagadod. Mindenki eljár egy kicsit iszogatni, itt semmi probléma nincsen. Most is figyeltem a gyerekre, elrontotta a lépést, az ő hibája. Egy kicsit eljárnak, de nem minden este, és nem minden este így térnek haza. Baj, hogy foglalkozok a gyerekkel? Ez lenne a baj? Foglalkozz vele, de ne így. Ő még kicsi. Lehet, hogy nem akartál, de ártottál neki. És ez benne fog maradni. Lehet, hogy a legtöbb betegek értelmezésével ellentétben úgy gondolom, hogy ebbe a versben sokkal több az öröm, mint a bánat, és a baj, és a probléma, és a tragédia. És ezzel lehet, hogy én most egyedül maradtam, de ez egyáltalán nem baj. Szóval melyek azok az ígék, amelyek örömet fejeznek ki? Egy társas viszonynak, kapcsolatnak az örömét. Roptuk. A táncot ropni az egy vad, erős, örömteli tánc, nem? Markoltam ingedet. De nem azért, hogy elessek. Hanem, hogy elkedjen. Hát, hogy ezt az erős kapcsolatot át tudjam élni.
Széchenyi 20-20. Készült az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megbízásából.